Rengeteg emberrel kerülünk kapcsolatba, rengeteg új területtel ismerkedhetünk meg. Sok mindenkitől lehet sok mindenfélét tanulni, és mivel ez egy ilyen globális fejlesztőközpont, óriási tudásanyag gyűlt itt össze szakmai szinten. Én nagyon szerencsés voltam, mert részt vettem egy mentorprogramban, ami elősegítette a fejlődésemet mind a projektmenedzsment, mind pedig technikai területen. Leginkább azt szeretem benne, hogy változatos, és hogyha vannak is monoton feladatok, az ember mindig találkozik olyan új kihívásokkal, feladatokkal, amikhez korábban még nem volt szerencséje. I like it that I can learn a lot and expand my knowledge areas and learn from a lot of competent people in this company. Minden egyes kihívással fejlődik az eszköztárom, ezáltal mind szakmailag, mind pedig azt gondolom, hogy emberileg is fejlődöm. Talán elmondhatom azt, hogy nincs két ugyanolyan nap és két ugyanolyan feladat, és ez tök jó, az a változatosság. Amikor ide bejössz dolgozni, nem azt érzed, hogy a terméknek, amit mi itt fejlesztünk, csak egy kis részére látsz rá, hanem bele tudsz nézni az összes részletekbe, láthatod az egész fejlesztési folyamatot. Nagyon sokféle feladattal találkozok a munkám során, mindegyiket végig kell gondolni, hogyan lehet megoldani, és nagyon jó utána, amikor meg lehet nézni az eredményét, hogyan működik. Gyakorlatilag nincsenek azok a multinacionális kötöttségek, mint mondjuk egyéb multinacionális cégeknél, hanem úgy működünk, mint egy kis startup. Cserébe viszont megvan egy ilyen háló, ami viszont véd minket, ami meg a multinacionális cégeknek a sajátja. Abszolút segítőkészen állunk egymáshoz, és bármilyen kérdéssel fordulunk a kollégákhoz, azonnal segítenek. Me as a foreigner, I have to say I'm so happy that I can see I'm very much accepted here. Egyértelműen kijelenthető, a magyar ipar szívcsakrája a ThyssenKrupp már található. Amellett, hogy az autóipar mindig újabb és újabb kihívások elé állít minket, itt a Junior Engineering programon belül és a ThyssenKruppon belül egy nagyon jó közösség is formálódott. Közvetlenek, barátságosak a kollégák, befogadóak, őszintén tudunk problémákról, szakmai problémákról beszélni. Azért ajánlanám a ThyssenKruppot és a saját csoportomat másoknak is, hogy részesülhessenek ebből az élményből, hogy mennyire jó dolog így a kvázi a semmiből fejleszteni ilyen high-tech funkcionalitásokat. Gyakorlatilag bárkinek tudnám ajánlani, aki műszaki területen dolgozik, vagy dolgozott. Van egy kis műszaki vénája. Hogyha valaki szeretne segítőkész kollégákkal egy nyitott közösségben elsőre lehetetlennek tűnő feladatokat megoldani közösen, akkor itt állják közöttünk. Oldjuk meg együtt. Jók a programok, minden jó. Ilyeneket tudnék mondani.